ideje ilyen méretetlen lendülettel ajánlották nekem a 4 órás munkahét című alkotást, és tegnap így összekapartam magam, aztán elolvastam, hogy azért erős, hogyha azt mondom, hogy nektek ne kelljen, mert mit tudom én, de igazán valahol aztán egy ilyen nagyon furcsa valami van bennem, és így annyira örülnék, hogyha valaki most így jó képen basztam, hogy ez nem ilyen egyszerű, meg nem tudom én, meg kihagyok valami nagyon fontos részletet. De hogy igazándiból így jön ez a gyerek, ez a Ferris gyerek, vagy mi az ez, és így ír egy kibaszott könyvet arról, hogy olyan 4 órás munkahét, ez olyan faj, megbolondulsz. Mert hogy igazándiból csak így össze kell rakni a dolgokat, azt utána, utána már nem is kell semmit csinálni, csak élni a nagyvilágban, meg jön a passzív pénz. És nem jó baszott, biztos ez egy ilyen teljesen, nem tudom én. Annyira nagyon mondták, hogy ez jó, akkor ez biztos valami ilyen, nem tudom. Sosem voltam igazán ezeknek az ilyen nagy életmód megmondó könyveknek a híve, de ki tudja. Szóval így adott egy könyv, ami így leírja, hogy igazándiból így aki zavar a munkád végzésében, azt egy udvariasan hasd el a faszba. A főnöködet mindenféle ilyen kifinomult és elegáns trükkökkel, mint például home office-ban faszán dolgozol, amikor bent vagy az irodában, akkor meg így harangozol a lábaddal, meg a faszom tudja, miket csinálsz. Ilyenekkel így érd el, hogy azt érezze, hogy ha otthon vagy, akkor neki az jó, mert otthonról, jaj, de megy a munka, és ez a fizé. És érd el ezzel a trükkel, hogy így igazándiból teljesen flexibilis időt kapja, és ne akarjon beleszólni a főnököd abba, hogy mikor dolgozol. Aztán, ha ez is megvan, akkor nincs más hátra, mint faszán kitalálni egy nagyon jó üzleti modellt, amit először le kell tesztelni. Kérdezzél meg embereket, meg lépjél ki a komfortzónádból, azt azért így azért mégsem basszál olyan nagyon sok pénzt. De hogy így talált ki a fasz a üzleti modellt, és akkor utána hát csak be kell indítani, és akkor nagyon fontos, hogy legyenek jól meghatározott céljai, tehát nem milliárdos akarjál lenni, hanem így talált ki, hogy mit tudom én, csak egy Aston Martin DB9-et akarsz. Ez kurva, ez nagyon jó, ez egy tökéletesen rám szabott példa volt a könyvben. Ezt annyira éreztem, hogy így azt a kurva eget, hogy így. Tehát így volt az ilyen kis példa, hogy hogyan érd el az Aston Martin DB9-et, és akkor írt fel, hogy így holnap elmegyek egy tesztvezetésre. Tényleg, tehát hogy így Aston Martin DB9 tesztvezetés, kérdője profit. Tehát hogy így tényleg, nem kell hozzá semmi más, csak az Aston Martin DB9 áradát, az meg ugye ott a jól felépített üzleti modell, azt akkor abból már így jön a pénz. És igazándiból így valami 300 oldal ez a könyv, amiből mondjuk legyen, nem tudom én, egy olyan 60 az ilyen teljesen koncepció nélkül odakanyarintott sztoriknak a halmaza, tehát így nem tudom, elkezdtetek én is arról beszélni, hogy tegnap volt is párban hagymás kenyér, meg amúgy vajat teszel rá, meg sonkát, meghalsz, bazd meg, olyan jó, és amúgy a tökéletes üzleti modell. Tehát így értem én, hogy ezek ilyen életmód guru könyvek, de így faszom, tehát így ezek a hülye sztorizások, ezek így attól kellenek bele, hogy így sokkal természetesebbnek érződjön, hogy az életmód gurud is, izé. Szóval lényeg az, hogy kitalálod a fasz a üzleti modellt, és nem kell ezzel semmi más csinálni, csak ugye csak kitalálni, és utána még mit tudom én. Ja, nagyon fontos, ha a szarügyfeleket ezt le kell hántolni. Ez egyébként teljesen valid, tehát hogy így halleluja. Ja, tehát hozzáteszem, valid pontok. Ne baszd el az idődet fölösleges meetingekkel, meg nem tudom, hogy megnézem azt a főnököt, aki el így odállsz, hogy a főnök igazából én így mostantól nem fogom, mondjuk én is megcsináltam. Azt a kurva! Na mindegy. Szóval így általában azért a legtöbb embernek ez az ultra-asszertív kommunikáció, én már pedig oda be nem megyek, ez nem biztos, de végül is jó. Fogadjuk el valid pontnak. Szóval nem baszod el az idődet izével, fölösleges tereferével, nem baszod el az idődet fölösleges meetingekkel, ez teljesen jó. A találj ki egy üzleti modellt, ez is nagyon szép, csak ugye az van kifelejtve ilyenkor a történetből, hogy a nagyon fasz a üzleti modelleknek a megvalósításához, hát nem tudom én,
én csomószor láttam olyat, hogy kell hozzá pénz, mert így, ha oda megyek az AliExpressre, hogy én most akarok venni valamit 4 dollárért, ezt 40-ért eladni, az egy nagyon jó profit margin, meg minden, csak 10 000 darab mobiltelefon berendeléséhez, akkor is, hogyha 10-szeres rajta a haszon, így a zsebemben nincs mindig elég cash. De ugye lássuk be, tehát hogy onnantól, hogy van cash, onnantól már jó, mert onnantól már lehet fialtatni, tehát hogy ez egy ilyen surefire mód arra, hogy így aranyélet, meg kurva isten. És igazándiból így jött az ultimate utolsó nagy izé, hogy your man in India. Most engedjük el az indiai koncepciót itt a történetben, mert India az egy Jézus fasza, de hogy amikor így bedobja ezt a koncepciót, és akkor így van egy pont, ahol így nem tudok egyszerűen nem arra gondolni, hogy most vagy a fel, nem néztem utána nagyon, de vagy a felrész gyerek, vagy valami haverja kitalálta ezt a szolgáltatást, hogy így delegálj mindent Indiába, vagy delegálj mindent egy anonim call centernek, teljesen mindegy, hogy most minek nevezzük. Édes faszon, ne gázolj már el, bazd meg, hogy milyen túlót csinálsz. Ha volt ered itt, ha nem szeretik nézni. Szóval, hogy így jött ez a nagy koncepció, hogy hát így ez a megoldás, hogy így mindent, mindent delegálj, és mit ad Isten neki erre egyébként? Pont van egy kibaszott jó ötlete, hogy kit kell ilyenkor felhívni. És így egyébként nem hülyeség a történet, csak hogy így ne azt érezném, hogy a csávó bazd meg így nem tudom én 2 millió példányban eladott egy reklámkönyvet, aminek az a koncepciója, hogy így a spanon vagy én csináltunk egy ilyen fasz a céget, azt hív fel őket, és akkor neked ettől sokkal jobb lesz. Más kérdés, hogy nyilván, tehát egy elméleti szinten mindenképpen kurva jól hangzik benne, hogy megnézném, hogy Indiában így mit szólnak ahhoz, hogyha azt mondom nekik, hogy figyelj, találjál már nekem egy vízvezeték szerelőt itt Budapesten, tehát hogy így lehet, hogy ott kicsit lefagyna azért a Hello Sir, de jó. Szóval így nagyjából ez volt a könyv, volt benne, nem tudom én, 60 oldal teljesen koncepció nélküli sztorizgatás volt benne, vagy 100 oldalnyi ilyen linkgyűjtemény, hogy mit tudom én, hol lehet online naptárat, meg hol lehet online jegyzetelni, meg ilyen szegény embernek előgooglizta azért a történetet, és így állok, hogy jó, bazd meg, de igazándiból az ultimate csoda koncepció az még mindig ott hibázik, hogy így oké, hogy te kitalálod, hogy ahhoz, hogy álmai céljait elérd, mondjuk mit tudom én, naponta 75 000 forintot kell valahogy előszedned a párnacihából, és akkor így innentől fasz a minden, és ennek vetsz alá mindent, de azon a ponton, hogy itt az üzleti modelledet el kell indítani, ehhez mindenképpen szükséges egy kis, közepes vagy kurva nagy ödökkes. És innentől kezdve igazándiból, hogyha nagyon sok pénze van valakinek, én is kurva szívesen vagyok életmódguru. Van egyébként egy ilyen egy szolgáltatás, a nem tudom, majd írjatok rám Twitteren DM-be, megmondom a szolgáltatást, és ha azt használjátok, onnantól már csak van egy ilyen, egyszer tudom már mi lesz, my man in Borsod. Ennyi. Egy borsodi alkoholista raktármunkásnak így kiadhatsz feladatokat, és ő így megcsinálja. Ezért vagyok én a 100 Marci.